A magyar kormány támogatásának köszönhetően új korszerű épületben működhet a következő tanévtől a magyar óvoda és bölcsőde Máramarosszigeten. Véget értek az építkezési és berendezési munkálatok, jelenleg az engedélyeztetés van folyamatban. 600 millió forintot meghaladó támogatásban részesült a 2018-ban benyújtott pályázat, amelynek célja a Máramarosszigeti magyar nyelvű óvodai nevelés számára a korszerű normáknak és elvárásoknak megfelelő környezet biztosítása volt. 5 évvel ezelőtt láttak neki a munkának, az új ingatlan a Római Katolikus Egyház által rendelkezésre bocsátott telken épült. Közben a világjárvány, az építőanyagok drágulása akadályozták az előrehaladást. Az RMDS számára kiemelt jelentőséggel bír a magyar oktatásnak a fejlesztése és fenntartása, és ez a projekt tökéletesen beleilleszkedik abban a családtámogatási és bölcsődei, illetve óvodafejlesztési programba, amelyet nemrég kezdeményeztünk. Annál is inkább, mivel kormányzati és helyhatósági szinten is azon dolgozunk, hogy gyermekeink korszerű, modern körülmények között tudjanak minőségi magyar oktatásban részesülni. Az egyház, a politikai érdekképviselet, valamint a Magyar Tanintézet összefogásával megvalósult új létesítményben a tervek szerint ősztől a helyi Lővei Klára elméleti liceum részeként 3 magyar óvodacsoport fog működni, valamint a helyi önkormányzat által működtetett magyar bölcsőde kapit helyet. Jelenleg egy régi műemléképületben 2 csoporttal működik az óvoda, magyar bölcsőde pedig most indul első ízben Máramarosszigeten. Terveink szerint ezt a 2 csoportot fogjuk bővíteni, és meg fog alakulni a 3. csoport, mivel most abban az épületben, ami meg működik az óvoda, nincs több hely, hogy 3 csoport induljon, mivel csak 2 csoportszobánk van. A projekt megvalósítói remélik, hogy a korszerű körülmények biztosítása vonzerő lesz a helyi és környékbeli magyar közösség számára. A szülők kedvet kapnak arra, hogy ősztől ide irassák bölcsődés, óvodás korú gyermekeiket.